A fizikoterápiával foglalkozó Karen Husser szeret embereknek segíteni abban, hogy visszatérjenek a hétköznapi életbe. Nagyon szeretem, amikor jön a fordulópont, és hogy ennek a részese lehetek. Azonban több év terapeuta munka után elkezdett hát és nyaki fájdalmakat tapasztalni. Észrevettem, hogy nem tudok tovább foglalkozni a fekvőbetegekkel, mert a fájdalom súlyosbodott. Ezért kezdtem el teljes időben a házi ápolást. A fájdalom nagyrészt kezelhető volt, egészen 2008-ig. Egy hölgy jött az ellenkező irányból, és félrekapta a kormányt, hogy elkerüljön egy szarvast, és elvesztette az uralmat a kocsi felett. Az autó elkezdett pörögni, én pedig belementem hátulról. Előre buktam, és a nyakam megmerevedett. Az orvosa beutalta egy MRI vizsgálatra, ami kimutatta, hogy csontkinövések és gerinccsatorna szűkület van a nyakában. Fájdalomcsillapítók és egy jó masszőr segítségével mintegy 7 évig tudta kezelni a fájdalmat. Nap mint nap nehezére esett a mozgás, és néha még dolgozni sem tudott. Észrevettem, hogy nem tudok felfelé vagy lefelé nézni sokáig. Vagy volt, hogy begyulladt mindenféle kiváltó ok nélkül. 2015. szeptember 11-én Karen a 700-as klubadását nézte. Imádkozni kezdtek, és Gordon azt mondta, hogy tegye a kezét oda, ahol gyógyulásra van szüksége. Ekkor azonnal abba hagytam, amit csináltam. Valakinek a nyaka jobb oldala sérült meg hátul. Isten meggyógyítja és helyreállítja. Az izom most elernyed Jézus nevében. Éreztem, hogy azonnal elernyed, szó szerint, mintha valaki kicsomózta volna. Nagyon világos volt, tisztán érezhető. Felemeltem a kezemet, és elkezdtem sírni. Isten dicsértem, és azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen nekem szólt. Karen fájdalmai teljesen elmúltak. Ma már tud dolgozni és szabadon mozogni. Ez az ima meghallgatás őt és a férjét, Billt is közelebb vitte az Úrhoz. Örülök, hogy már nem szenved, és jobban élvezzük az életet. Hálásak vagyunk Istennek ezért az áldásért. Néha úgy érezzük, hogy valamit teljesítenünk kell, de nekem csak kérnem kellett Istent. Isten ma is meggyógyít bennünket.